ez pedig a Jasszánál folytatott kutatásoknál a világ élelmiszer gazdaságának a vizsgálata volt, annak a kérdésnek a megválaszolási kísérlete, hogy miért van az, hogy az éhezők száma nem csökken, a gazdagok pedig élelmiszer bőségbe fulladoznak. A kutatás lényegében egy modern rendszernek a kialakítása volt, amelyet, és ezt hozzá kell tennem, hogy igen, teljesen neoklasszikus modellek készültek. Ez a modern rendszer országonként modellezte a mezőgazdaságát a világ legfontosabb országainak. A legfontosabbat mindjárt el kell mondanom. Legfontosabb országok voltak azok, amelyek a termelés, a fogyasztás, a jövendő termelés, a jövendő fogyasztás, az export és az import szempontjából legfontosabbak voltak. Hogy az alapkérdésünk ezek után az volt, hogy hát annak, hogy a világ rosszul a piacgazdaságot eltorzítják. Nagyon fontos azt tudni, hogy miből származott, miből származik ez a hiba. Ha a piacgazdaságot eltorzítják, akkor egyszerűen tovább kell menni a liberalizálási intézkedések vonalán, importokat, exportokat megszüntetni, mindenkinek, aki eltéríti a hazai árait bármilyen irányba. Ezt meg kell, azt abba kell hagynia, és akkor jól fog működni a világpiac. Most, amikor, hogy ezt megvizsgáljuk, ahhoz első lépésbe ebből a rendkívül reálisan leírt modern rendszerből minden kormánypolitikát eltávolítottuk. Tehát azt vizsgáltuk, hogy ha a kormánypolitikák megszűnnek, ha nem lesznek vámok, hogyha nem lesznek exporttámogatások, hogyha a hazai árakat engedik a világpiaci áraknak megfelelően alakulni, akkor mi fog történni? És az eredmény az volt, hogy akkor is ugyanúgy fönnmarad az éhezés.